Sziasztok, én Flóra vagyok, és az orvos-beteg kapcsolatról szeretnék ebben a videóban beszélni. Amikor elkezdtem tervezni ezt a videót, sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan is fessem le nektek, milyen a jó orvos, és ilyen dolgok jutottak eszembe, mint a kedvesség, figyelmesség, az érdeklődés, a megbízhatóság, az, hogy jól tudjon magyarázni, az, hogy elérhető legyen, hogy érthetően válaszoljon a kérdéseinkre. Számomra ezek voltak a fontosabb dolgok, amiket így meg akartam mindenképp említeni. Aztán elkezdtem gondolkodni azon, hogy a munkám során én jó orvos vagyok-e. És rájöttem, hogy a jó orvos fogalma nem meríthető ki ennyiben, sokkal összetettebb ez a fogalom. És elkezdtem lefuttatni a fejemben, hogy a betegeim vajon mit gondolnak rólam, ahhoz képest is, hogy mindenkihez megpróbálok ugyanúgy viszonyulni, mindenkinek bemutatkozom, elmondom, hogy ki vagyok, miért vagyok itt, mit fogok csinálni, mindenkinek igyekszek a legtöbb információt átadni, és a maximumot nyújtani, amit csak adott esetben tudok. És rájöttem, hogy ez nem elegendő, mert vannak olyan betegeim, akik ezt teljesen jól fogadják, elkezdenek magánjellegű kérdéseket például feltenni, például, hogy hány éves vagyok, mi az a kütyű az oldalamon, amit magamon hordok, ilyesmik, ami nekem azt jelzi, hogy sikerült egy jó kommunikációt kiépíteni, meg van a bizalom. Viszont egyes betegeknél bárhogy próbálom ezt elérni, egyszerűen úgy gondolom, hogy nem vagyunk egy hullámhosszon, nem biztos, hogy én vagyok a megfelelő a számára, bárhogy igyekszem, bárhogy próbálok közeledni felé, egyszerűen nem tud olyan jó viszonyunk kialakulni, mint más betegekkel. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy olyan, hogy jó orvos, az nem létezik, olyan létezik szerintem, hogy nekem jó orvos, nekem a legmegfelelőbb orvos. És ezt azért tudom példákkal is alátámasztani, mert én számos orvosnál jártam már a diabétesz ellátáson belül is, és végül volt egy olyan, akire azt tudtam mondani, hogy igen, őhozzá szeretnék kezelésekre járni. De hogy miért, ezt megpróbálom a történetemen keresztül bemutatni. Mikor először kórházba kerültem, akkor a legeslegelső orvosom, bár szakmailag nagyon profi volt, és ellátott diabétes szempontjából, kezdő diabétesesként teljesen megfelelően, nem jött be hozzánk, nem edukált, nem közölte velem a diagnózist úgy, ahogy szerintem korrekt lett volna, viszont évekig jártam hozzá vissza, mert a Kárpátalján belül ő volt az egyetlen endokrinológus, aki diabétes ellátással foglalkozik. Amikor Magyarországra átjöttem orvost keresni, akkor szintén egy szakmai tekintélynél lyukadtam ki, aki szakmailag teljesen oké is volt, a toppon volt, mindent megkaptam tőle, ami szükséges és ami fontos a diabétesz ellátás szempontjából, nagyon jó edukációt kaptam tőle, viszont nem voltunk egy hullámhosszon, nem éreztem úgy, hogy együtt tudunk működni, ezért kerestem más orvost. Második választásomkor, amikor beléptem az orvosi rendelőbe, akkor már egy nagyon barátságos közeg fogadott, és az orvos ezzel indított, hogy mi áradban vagyunk, barátságosan próbált felém nyitni, inkább velem kommunikált, anyukámat is belevonva a beszélgetésbe, de úgy éreztem, hogy én az úgymond beteg vagyok a fókuszpontban, és velem próbálja kitárgyalni azt, hogy nekem mit is kell tennem ahhoz, hogy még jobb legyen a diabetes menedzsmentem. És a későbbiekben is, mivel látta, hogy nagyon makacs vagyok, kezembe adta az irányítást, és inkább azokról a dolgokról beszéltünk, hogy mi fogja befolyásolni az én diabetes kezelésemet, és hogy mi miért történik, és ez nagyon szimpatikus volt. Azt tudtam mondani, hogy igen, én hozzá szeretnék ellátásra járni, kontroll alkalmával vele szeretnék találkozni, és szeretnék vele együtt dolgozni. Persze később is találkoztam különböző orvosokkal, de kitartottam emellett az elhatározásom mellett. Külföldön is jártam, ott a dokival az volt a probléma, hogy idegen nyelven próbált velem kommunikálni, ami már egy gátat szabott a mi jó kapcsolatunknak szerintem, illetve elbeszélt a fejem fölött, és édesanyámmal kommunikált, pedig már nem voltam olyan kisgyerek, hogy ne tudnék beszélgetni akár vele, vagy ne lehessen megkérdezni
a terápiámat illetően, vagy a véleményemet illetően, így ő sem volt túl szimpatikus, bár szakmailag biztosan nagyon ügyes volt, és biztosan sokra tartják a betegei, már akiknek ő a legmegfelelőbb orvos. Volt váltásom amiatt is, mert a kontrollok alkalmával nem jutott rám, úgy éreztem, elég idő. Picit rituálisan szeretem leművelni ezeket a diabétesz kontrollokat. Számomra fontos, hogy megtörténjen egy laborvizsgálat, hogy felkészüljek, hogy elbeszélgessek az orvosommal, ami nem minden esetben volt meg. Volt, hogy nagyon sokat kellett várakozni, ami az akkori terápiám mellett nem igazán volt emberségesen kivitelezhető. Szerintem ez az 5 perc krónikus betegek ellátásában nem elegendő idő a terápiás döntések megfelelő meghozatalához, átbeszéléséhez. Amikor átkerültem a felnőtt ellátásba, akkor pedig már én választottam magamnak szakembert, akihez időben kértem időpontot, akit ajánlottak a kollégáim, akit ajánlottak a betegei, és elsősorban nagyon szimpatikus volt a hozzáállása a betegeihez, mindenkihez van egy kedves szava, vagy kettő, nagyon tisztában van azzal, hogy kinek milyen a háttere, és odafigyel a terápiára, szakmailag nagyon-nagyon ott van a toppon, és folyamatosan igényli a fejlődést, tehát konferenciákra jár, folyóiratokat olvas, és ezt akár meg is tudom vele beszélni, tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy jól döntöttem. Ennek a videónak az lenne az üzenete, hogyha úgy érzitek, hogy nem tudtok megfelelő kapcsolatot kiépíteni a kezelő orvosatokkal, akkor mindenképpen próbáljátok megváltani, hiszen egy krónikus betegség ellátásában nagyon fontos a jó orvos-beteg kapcsolat, nagyon sokat tud segíteni, hogyha megfelelően tudtok beszélgetni az ellátótokkal, hogyha bizalommal fordultok hozzá, és ez szerintem csak pozitív dolgokkal jár, tehát hogyha úgy érzitek, hogy nem a legjobb a kapcsolatotok, akkor szerintem érdemes szakembert váltani, és ez nem a ti hibátok, nem is az orvos hibája, emberek vagyunk, ilyen a természetünk, valaki kijön egy bizonyos emberrel, valaki pedig nem. Mindenkinek szerintem lehetősége van arra, hogy megfelelő orvos találjon Magyarországon, nagyon jó szakemberek vannak, szóval én bátorítalak titeket, ne elégedjetek meg egy közepes szintű orvos-beteg kapcsolattal, hanem törekedjetek a legjobbra. Hogyha esetleg kérdésetek van, vagy megosztandó történetetek, akkor kommentben várjuk őket. Én Flóra voltam, sziasztok!